A politikusok már régóta szeretnek keresztény nyelvezetet használni beszédeikben, hogy elnyerjék szavazóik bizalmát. Egyikük különösen jól alkalmazta ezt, idézett tőle: ezen órán csak azt kérem az Úristentől, hogy adja áldását munkánkra, és adjon bátorságot, hogy a helyes dolgot tudjuk cselekedni. Meg vagyok győződve róla, hogy az Isten által teremtett embereknek a mindenható akaratával összhangban kell élniük. Senki nem alakíthatja a világtörténelmet kivéve, ha a gondviselés célját valósítja meg, és az ő ereje áldása nyugszik rajta. Nos, első hangzása ideális vezetőnek tűnhet az ilyen, ám a beszéd 1937-ben Adolf Hitler szájából hangzott el. Beszédei tele voltak reménnyel, hirdette, hogy visszaadja a dicsőséget. A beszédeiben megkérdőjelezte a felebaráti szeretetet, a rászorulók felé való segítségnyújtást és az erőszakmentességet. Mint mondta, hiszem, hogy a szószoros értelmében a mindenhatót képviselem. A nyilvánosság előtt Adolf Hitler gyakran Krisztus követőjének állította be magát. Még napjainkban is többen azt hiszik, hogy a holokausztot a kereszténység nevében hajtották végre. De mi volt a valódi kapcsolat Isten és Hitler között? Adolf Hitler volt az egyik legveszélyesebb, leggyűlölködőbb, leggonoszabb ember a történelemben. Kereszténynek beállítani borzasztó tudatlanságra vagy képmutatásra val. Isten és Hitler. Hitlert a katolikus egyházban keresztelték meg, ahol később minisztránsként szolgált. Egy időben még azt is tervezte, hogy papnak áll. De ahogy később a történelemben bebizonyosodott, egyháztagnak és kereszténynek lenni két külön dolog. Hitler politikai karrierjének elején nagyon nyájas volt az emberekkel. Napjainkban is, ha valaki politikusként érvényesülni akar, megfűszerezi beszédét, például egy-két közbeszúrt bibliai idézettel, vagy elmegy egy reggeli imára, mikor azonban kezébe kerül a hatalom, napvilágra kerülnek addig elrejtett elképzelései. Nos, Hitlerrel ugyanígy történt. A korai beszédeiben Hitler Istent hívta segítségül. Ügyes politikai húzás volt ez egy keresztény többségű országban. Az egyik legnagyobb hírű nyilvános esemény is a náci vatikáni konkordátum aláírása volt 1933-ban. A paktum értelmében a katolikus egyház támogatja Hitler politikáját. Ezzel Hitler gyakorlatilag szabad kezet kapott az egyháztól. 1933-ban csodálatos dolgokat mondott a kereszténységről. Többek között kiemelte, hogy gyűlöli az ateizmust, és meg akar tőle szabadulni. Ám Hitler egy bárányőrbe bújt farkas volt, és sikerült léprecsalnia a katolikus egyházat. Ha Hitler nem volt keresztény, miért fektetett annyi energiát abba, hogy megnyerje az egyház támogatását? Ahogy egy szerző leírta, jól tudta, ha nem csapná be a keresztényeket még az elején, akkor megakadályoznák terveit. Hitler nem csak a zsidókat akarta megsemmisíteni, a keresztényektől is ugyanúgy meg akart szabadulni. A Hitlerjugend vezetője, Baldur von Schirach elismerte, hogy a kereszténység lerombolására határozott célja volt a nemzeti szocialista törekvéseknek. És íme egy idézet Hitler egyik bizalmasától. Teljesen tisztán látom ezt magam előtt, és talán a Führerrel is meg tudom beszélni, hogy mind a katolikus, mind a protestáns egyház ki legyen törölve az emberek életéből. 1933-ban a német gazdaság válságban volt. A munkanélküliség aránya 30%, a nemzet megmentő után kiáltott, és Hitler felajánlotta magát e szerep betöltésére. Ahogy Hitler hatalma nőtt, úgy tűnt el teljesen a vallás iránti tolerancia. A kereszténységet egy új birodalmi vallással akarta helyettesíteni, amiből hiányzott Isten, ám helyette ott van Hitler.
Hitler egy szörnyű, antikrisztusi rendszert állított fel, mely megjelenésében hasonlított a keresztény egyházéra. Náci társai is Németország messiását, megmentőjét látták vezérükbe. Talán csak egy vagy két ponton lehet Krisztust és Hitlert összehasonlítani. Hitler túl nagy ember ahhoz, hogy egy ilyen jelentéktelen figurával említsék együtt. Vezérünk közvetítő az emberek és Isten trónja között, bármi, ami a vezér száján jön ki, az vallás. Mivel minden vallás számára kell egy hely a dicsőítés számára, Hitler megalkotta az új nemzeti szocialista birodalmi egyház 30 pontos tervezetét. 1942-ben ez a terv még a New York Times-ban is megjelent. A tartalma többek között: a templomban sem lelkipásztor, sem lelkész, sem pap nem szólalhat fel, csak az új egyház szónokai. Minden Bibliát, szentképet, feszületet el kellett távolítani az oltárokról. Helyére a Mein Kampf, a kereszt helyére pedig a szvasztika kerül. Az egyik legvitatottabb szabály a Bibliáról szólt. Habár korai beszédeiben Hitler sokat idézett belőle, később már csak egy zsidók által kitalált tündérmesének titulálta, amelyet 1942-ben betiltottak Németországban. Adolf Hitler gyűlölte a Bibliát. Elkészítette helyette a saját bibliai verzióját, ami 100 000 példányban meg is jelent. Pár darab ebből még napjainkban is elérhető. Hitler bibliájában minden héber szót, így a hallelujját is törölték. A 10 parancsolatot is 12 sajátjával helyettesítette. Ezek között szerepelt, hogy tartsd a vért tisztán, és becsületedet szentnek, vagy őrizd és gyarapítsd elődeid örökségét, vagy egy másik, boldogan szolgáld a népet munkával és áldozattal, vagy tisztelt Führeredet és Mesteredet. Hitler megírta saját Mi Atyánk verzióját is, hogy azt a fiatalság szavalhassa. Adolf Hitler, te nagy vezér, neved megreszketteti az ellenséget. Harmadik birodalmad eljön, hadd halljuk naponként a te hangodat. Rendelkezz velünk a te vezetésed szerint, mert a végsőkig engedelmeskedni fogunk, még az életünk árán is. Dicsérünk téged, Heil Hitler, Führer, én Führerem, akit Isten adott nekünk. Vedd és őrizd az életünk. Köszönöm neked a mindennapi kenyeremet. Légy még sokáig velem, ne hagyj el engem, Führer, én Führerem, én hitem, én világosságom. Heil én Führerem. Hitlernek volt saját egyháza, saját bibliája, sőt még saját himnusza is, amit minden nap elénekeltek a német iskolákban. Most, hogy Hitler felépítette saját vallási birodalmát, itt volt az ideje, hogy megszabaduljon a vetélytársaktól. Míg a zsidó üldözés köztudott volt, a végső megoldás a keresztények számára több mint 4 évtizedig titok maradt. 2002-ben egy zsidó joghallgató nyilvánosságra hozott egy jelentést a Nürnbergi perekből, amelyet a II. Világháború alatt működő amerikai titkosszolgálat állított össze. A jelentés címe: a nácik mesteri terve, a keresztény egyházak üldözése. Ez magában foglalt egy lépésről lépésre kidolgozott tervet, amivel kereszténytelenítették volna Németországot. Belülről veszünk uralmat az egyházakon pártszimpatizánsokat felhasználva. Hiteltelenítjük, bebörtönözzük vagy megöljük a keresztény vezetőket. Újra oktatjuk a felekezeti tagokat. Új hitet adunk nekik a harmadik birodalomban. De hol voltak mindezek közepette a német keresztények? A legtöbbjük túlzottan félt ahhoz, hogy tiltakozzon. De a keresztények egy kis maradéka felállt a birodalmi egyházzal szemben. Protestánsok 3000 fős csoportja, akiket a Hitvalló egyház néven ismertek, nyíltan ellene szegültek Hitlernek.
Adolf Hitler azt mondta, majd én megmutatom azoknak az átkozott lelkészeknek az állam erejét úgy, ahogy sohasem gondolták volna. Ha a leghalványabb gyanúja is felmerül annak, hogy veszélyessé válnak, mindegyiket lelövöm. A hitvalló egyház 700 lelkészét letartóztatták. Sokukat megölték, vagy koncentrációs táborba zárták. A kereszténység legfontosabb pontja, amit Hitler figyelmen kívül hagyott, az a hit, hogy Jézus Krisztus Isten fia és a világ megváltója. Ezt a szerepet ugyanis Hitler magának akarta tulajdonítani. Ha meg is említette Jézust, az nem a Biblia Jézusa volt. Például nem volt hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy Jézus zsidó volt. Nem vett tudomást a János evangélium a 4. fejezetéről, ahol a kútnál az asszony azt mondja Jézusnak, hogy kéred színi zsidó léted-e tőlem, mikor én pogány vagyok. És Lukács evangéliumában a nemzetségtáblát, Jézus vonalát Dávidon át Ábrahámig, tehát egy szentírástól független Jézus találtak ki. A Hitler által kitalált Jézus árja volt, akire gyakran utalt úgy, mint a názáretire, a zsidók első nagy ellenségére. Adolf Hitler tagadta Jézus istenségét, és arra kényszerítette az embereket, hogy őt tiszteljék istenként. Ezután megölt vagy bebörtönzött több száz keresztény pásztort, és egy részletes tervet forralt, hogy megsemmisítse az egyházat. Ha Adolf Hitler keresztény volt, ahogy azt sokan próbálják állítani, akkor nem volt túl jó ebben. Ha valaki újjászületik víztől és Szent Szellemtől, annak bizonyítékai gyümölcsei vannak. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha valakiben nincs szeretet, az nem keresztény. És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. És az Antikrisztus szelleme. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet.